Sziasztok, gyerekek! Köszöntelek titeket ma is a Kincses Ládából. A héten, ahogy azt már említettem, az Entai úti általános iskolába látogattunk át. Itt van Panna, aki elárulja nekünk, hogy melyik osztályba vagyunk most. Az első B-be. Az első B-be. És jó ide járni? Mit szeretsz a legjobban csinálni? Hát a drámajátékot szereted, nem? Dráma. Na, hát mi is megismerhetjük, hogy milyen itt az első B-be a drámajáték. Tartsatok velünk! Kedves gyerekek, akkor ma a dráma órán feljött hozzánk a Fehérvár Televízió, és integessetek a többieknek, jó? Nyugodtan köszönjetek nekik! Sziasztok! Jó, akkor ezen kívül még egy érdekességgel készültünk mára. Nem tudjátok, de én titokban megkértem a Botondot, hogy furuljázzon nekünk ma egy nótát. Boti, itt a furuját? Igen. Hozod? Meg fogjátok ismerni. Kicsit izgul Boti is, én is izgulok érte. De semmi gond, elsőre sikerülni fog. Nyugodtan, ha jobb úgy neked, le is gugolhatsz, ahogy. Na. Kicsit izgult, kicsit sietett, de egyébként meg tökéletes volt. Nem, de? Megszállod a rovacska, mi a neve? Azt hiszem, esik az eső. Esik az eső. Elkérem a furuját, és akkor megkérdezem, hogy van-e olyan, aki vállalja. Mert Marci nagyon jelentkezett. Vállalnád, hogy elének lett? Jó, akkor jöhetsz ide középre. Esik az eső, hajlik a vesző, haragszik a katona, megbegázik a lova, de haragudj katona, majd kisüt a napocska, megszárad a lovacska. És akkor, ha már ennyire tapsolhatnékunk van, akkor elénekeljük együtt is, és ritmus gyakorlata, jó? Ahogy szoktuk. Még egyszer eltapsoljuk, de már tanultuk énekórán, hogy milyen hangok vannak benne. Rám és tuti! Nagyon jó, készítsd a kis kezed! Rajta! Köszönöm, ügyes volt mindenki! És akkor, hogyha tapsoltunk, és énekeltünk is, akkor mi az, amit még szeretünk nagyon csinálni minden dráma órán, és még szünetben is szeretjük. Játszom! Igen, és amikor nem játszunk, de mozgunk, és szól a zene, mit csinálunk? Körjáték! Körjátékozunk, és mit csinálunk? Na mi az, Petra? Azaz! Táncolunk, úgyhogy akkor guboljon le mindenki. Ja! Kérek egy segítőt! Csengét kérem, jó? Azt a csenge lesz akkor a segítő. Gubolunk. Ha már gugolunk, akkor melyik dalunk jön? Sorba felállni! Sorba felállni, kis magyarok! Lökjed előre a karodat! Most fel az égbe, aztán le! Csípőretébe gugolj le! Akkor arra fordulunk, de közben itt van a kamera. Jó, és most gugol. És akkor kérek egy másik segítőt. Gyere, Dori! Sorba felállni, kis magyarok, lökjed előre a karodat, most fel az égbe, aztán le, csípőretébe gugolj le. Nagyon ügyes voltál, köszönöm. Maradjunk még akkor mindig gugolva. Illetve már fel is állhatunk, mert a következőhez fel kell állnunk. És a Panni lesz, aki segít ebben, jó? Helyezkedjetek el úgy, hogy elférjetek. Ha nagy hely kell hozzá, akkor ez melyik lesz? A Dori már tudja. Én tudom. Elej. Azaz. Menni fog a tükörben? Tudod, tükörben? Jobb kezedbe, utána hátra, előre jobb kezedbe, utána rázzad, utána
mondtunk még. Köveset nem mondtunk. Megkörjelzett. Akkor néma játék, jó? Én mutatom, aki ja, elismeri, ja. Ugye szokás szerint jelen kezdet. Mire gondolhatok? Piros sárga. Mondom, néma játék. Most jelentkez. Dori? A piros alma dekerek. Na mire gondoltam? Piros alma, a piros alma dekerek. Ki az, aki elmondaná? És akkor ide ki állt? Gyere, Viola. Hát gyertek én a hárman akkor. Jó? Gyertek is. Jó? Igen? Igen. Ha összesen már öten vagyunk akkor, jó? Akkor kezdjük. Piros alma dekerek, kosoljuk meg gyerekek. Hű de édes, hű de jó, nekünk hozta ősz a nyó. Meg is fejlődik, jó. Jön a következő. Akkor még mindig némán mutatom, és ti meg némán jelentkeztek. Tudjátok, mert akkor itt bekiabál, akkor már lehet. Nem láttam, ki volt az első, Viki? Hívogat az iskola. Hívogat az iskola. Ki mondaná? Gyertek ketten akkor. 50 után két fiú. Hívogat az iskola, kapuját kitálja, Jancsi, Júli, Katika, menjünk iskolába. A fiúk is, és neki is tanulok. Jó? Még egy utolsó. Megy a kocsi kereke. Kivállalja a kocsi kerekét. Olyan, aki még nem volt. Gyere haza. Petra. Gyere, Viki. És úgy valamint. Megy a kocsi kereke, fölfele meg lefele. Előre meg hátra, lakat ott a szájra. Jó, hát nem is kellett nekik mondani, hogy lakatok, ne lakat volt a szájukon. Nagy kapcsolatot is megérdemeltek. És akkor, ha már szerepeltünk külön-külön, akkor most szerepeljünk együtt. És az iciri-piciri mondókát, illetve verset van-e kedvetek meghallgatni? Azért jelentkezünk, hogy van kedvünk, vagy azért jelentkezünk, hogy előadjuk? Na, akkor jelentkezzen, aki szeretné meghallgatni. Aki szeretné előadni. Jó, akkor úgy csináljuk, hogy akik előadják, azok jönnek ide. A többiek átjönnek ide a hallgatóságnak, jó? Ti meg ott, ahogy szoktuk, hogy elhelyezhettek a szőnyek szélét. Hűha! Jó, bátrak vagyunk, én úgy látom. Egy kicsit még gyere alé. Jó, nem baj, én is ide ülök, és akkor már hatalhatjuk. Már húz
versekkel, mesékkel, hogy játszunk egyet, és utána még folytatjuk. Jó? Erre vagyok? Akkor maradj is, feltalálod. Nem találod a helyedet. Oda középre. Felállunk. Mert meg énekelhetünk is, persze. Jó, és akkor melyik játék jön? A talált ki a nevet. Mendel mindenből tudja a harmadik sort, meg a másodikat. Na, mi annak a neve? Búza, virág, koszorú. Kosen, kisebb. Helyezkedjünk-e? Hát érünk? Igen. Rajta. Búza, virág, koszorú, ma se kisebb szomorú. Talál ki a nevemet, elfoglalom helyedet. Edina. Azaz. Gyere. Most már lehet elváltoztatni a hangomat, jó? Hadd legyen neki nehéz dolga. Yeah. Fogd meg a kezem. Indulunk! Búza, virág, koszorú, ma senki sem szomorú! Róla külön, jó, de ügyes! Pedig nagyon jól elváltoztatta, kapcsoljuk meg a gondolat! Indulunk! Búza, virág, koszorú, ma senki sem szomorú! Meghúzom a kölyeget, gyakorlát ki a nyelvemet! Viola! Viola! El is szóltam, de Viola nem tréfált, hát majd a tépte a füledet, én úgy gondolom. De finomabbá, jó? Még egy utolsót! Búza, virág, koszorú, ma senki sem szomorú. Meghúzom, de csak azt úgy, csak mutatom. Meghúzom a füledet, elfoglalom a helyedet. Mondom. Nagyon ügyes. Jó. Még szeretném még mindig játszani? Igen. És kérdezek ilyet, igaz? Szeder szemű szép Juliska, és nem a Mendelt szólítom, mert ő folytatja. Mi a neve? Amiben van a szeder szemű szép Juliska. Fordulj ki a sor! Mi a neve? Kékselyekendő! Kékselyekendő, eljátsszuk? Igen! Kit küldjünk be közöttet? Menj el a Mendel, ha már annyira megtettük. Jó? Akkor mi óramutató járásával? Megegyezve megyünk, meg ellenkezőleg, jó? Kékselyekendő, zöldselyen rojka, szeder szemű szép Juliska, fordulj ki a sorba. És ha fiú lesz, akkor? Jancsi! Jancsika, indulunk! Kékselyekendő, zöldselyen rojka, szeder szemű szép Juliska, fordulj ki a sorba. No hát ez a pörgés, ezt még gyakorolnunk kell. Jancsi volt, hát nem Juliska, hát nézzetek már el, milyen még megyünk, még kettő van, jó? Kék sejjen kendő, zöld sejjen rojka, szeded szemű szép Juliska, fordulj ki a sorba. Fanni, jó táncos. Jó pörög. Rajta. Kék sejjen kendő, zöld sejjen rojka, szeded szemű szép Juliska, fordulj ki a sorba. Jó, akkor még egyet énekünk neked, hogy odaér, jó? Szeder szemű szép Jancsika, fordulj ki a sorba. Ahogy azt már megszokhattátok, ezúttal is jelentkezünk kézműves percekkel a Bregyóközi napközis táborból. Bábok készülnek itt, hogyha jól látom, ilyen babák, figurák. Mit kell tudni, mi szükséges hozzá? Ez egy szitakötő, és a kukoricának a takaró levelét, a csúhéját használjuk, és most éppen ott tartunk, hogy a szárnyak kerülnek a helyére. Festett csúhét
készítettem elő a szárnyaknak, és ezt rakjuk a helyére, mégpedig úgy, hogy szétnyitjuk a két csuhéréteget, figyeljetek, és behelyezzük az előre elkészített szárnyat, ami tulajdonképpen két kis masnit készítettünk előre, behelyeztük a két csuhéréteg közé, és csomót rátekerjük, és csomót kötünk, és a csomó után a felesleges rafiát levágjuk. És amikor ez megvan, akkor készítünk egy hasítékot, és a következő masnit, vagyis a másik szárnyat ide behelyezzük. Elvágom olyan nagyságúra a csuhét, amiből a masni el tud készülni. A masni készítés félbehajtom a kis keskeny festett csuhémat, és középen van a hajtás vonala, és oda hajtom a két csúhé véget, összeráncolom, és megkötöm. És ez lesz az egyik szárny. És még egy ugyanilyet készítek. Úgy szoktam készíteni, hogy a felső az nagyobbra, az alsó, ami alatta van, az kisebbre készítem. A csomó után mindig levágom a rafiát, hogy ne zavarjon a munkámba. És most már ki lehet venni a kukoricaszárdarabot, amivel a fejet kialakítottuk, hogy a második szárnyat. A második szárnyat mutatom, hogy a csuhéba itt egy hasítékot csinálok, és ide a hasítékba dugom bele a második szárnyat. Tehát egy hasíték. Hosszába? Igen. Igen. Hosszába. Mikor berakjuk a hasítékba, akkor a szárny alatt rátekerem a rafiát, csomót kötök, a csomó után levágom. Azt lehet csinálni, hogy ollóval ide benyúlunk a szárny közé, és egy kicsit levegősebbé tesszük, mert úgy életszerű. Kedves gyerekek, ez volt már a Kincses Ládát, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!